magunkból kell felszabadítanunk. Tehát nem a környezetünktől fogjuk kapni, sőt mondhatjuk azt, hogy el is vonják nagyon sokan tőlünk ezt az energiát, amit mi magunkból kiárasztunk. És hát egy viccel szeretném azért most így még egy kicsit bevezetni, hogy tudjátok, hogy ki a pessimista? Hallottátok-e már ezt? Hát az a pessimista, aki túl sok időt töltött el egy optimistával. Járunk mi is így, hogy mondanak bármilyen rossz hírt munkahelyen, hírekben, oda se figyelünk rá, tehát mosolyunk, megyünk tovább. Hiszen ez csak egy esemény, egy történés, amin túlmegyünk. Átéljük, és tudjuk, hogy van egy utunk, amin végig kell menni, és van egy álmunk, amit élesen látunk magunk előtt, és ezt egy célba le is terveztük magunknak. Tehát egy pontos térképünk van, és ezért dolgozunk, tehát van miért. Biztos mindenkinek megvan, vissza kell nyúlni egy kicsit, lehet, hogy a gyerekkorig, hiszen lehet, hogy elfeledtünk nagyon sok álmunkat, és nem is csak a birtoklás itt, ami álom, lehet, hogy mindjárt fogjátok látni, hanem nagyon sok minden más. Még visszatérve itt a videóra, hogy ugyebár még mondhatjuk magunkról, hogy optimisták vagyunk, vagy leszünk előbb-utóbb mindenki, úgy gondolom, hogy egy ilyen alapoptimizmus megszerez, és ez egy bizonyos tudatosságból fakad, megtanulunk dolgot, hogyan legyünk jó optimisták, pozitív beállítottságban. Ez másoknak nem mindig tetszik, ez a tudatlanságból fakad. Tehát itt ebből fakad az ellentét, tudatosság, tudattalanság, és hát ezt fel tudjuk úgy oldani, hogyha másoknak is megtanítjuk. Hát ez a munkánknak a része. Tehát sokan azt hiszik, hogy mi eladással foglalkozunk, pedig itt igazából a tanításról van szó. Tehát tanítóknak például nagyon jó ez a munka is. Hát nézzük, elsősorban még egy hasonlat. Ez egy lámpás. Tehát kinek milyen van az ő gondolatában a fején. Itt van egy jó idézet, Kosztolányi Dezsőtől, ezt így felolvasnám. Sötétbe keresem a lámpát, jaj, merre lehet ő. A tűz szívű, a fényt vető. Ha fénye gyúlna, újra látnák, hogy ég aranyló élete. Most néme ő is fekete. Hát reméljük, hogy ez a feketeség, némaság, ez sok mindenkinél hamar elmúlik, vagy egyre jobb lámpása lesz. Hiszen ez a mai világban tényleg egy ez álom cél, ami megvan előttünk, ez egy lámpás. Kibontunk egy csekket, dupla annyit kellene, hát akkor egy-két lámpás elalszik a környezetünkben, elég sötét lesz. Jönnek a rossz hírek, csökken a fizetés, egy állás elvész, teljes sötétség van. Mit látunk? Semmit. Tehát jön a szorongás, a bezártság érzés. De ha látunk egy fénypontot messze, tudjuk, hogy van egy célunk, és ezen a kis területen most át fogunk menni, mert bekapcsolom a lámpást, akkor mehetünk tovább. Tehát ehhez hasonlítom, ez egy fontos dolog, ez van olyan fontos, mint bármilyen más tudás, amit itt meg tudunk szerezni a cégnél, a kliensnél, vagy ebből a szakmából. Hát először a módszereket, tehát vannak erre leírt gyakorlatok, hogyan lehet célokat felállítani az álmokból, hogyan lehet terveket készíteni, szépen kidolgozni. Erről lesz most inkább kevesebb szó, ez le van írva egy sor képzési anyagunkban. Van a kérdés, tehát a hogyan kérdésre ugyanúgy megkapjuk a választ a tananyagokból általában. A miértről is kell majd egy kicsit beszélni, hogy miért éppen az a célunk, amit kitűztünk, hogy biztos az jó célem. Illetve még van egy komolyabb kérdés, ez a lenni vagy nem lenni, bár ez majd máshogy fog hangzani. Tehát, hogy kivé is akarok én válni ez alatt az út alatt. Ez még egy fontos kérdés. És ez a végső választ talán megadja. Tehát így szeretném így ebben a tematikában elmondani ezt a témát. A hogyanoknál, tehát az eszközöknél, ugyebár vannak erre módszerek. Felidézzük az elfeledett álmainkat, meghatározzuk ehhez a célokat, számszerűsítjük, mennyit szeretnénk keresni, akkor célokhoz határidőket rögzítünk, mikor szeretnénk megszerezni azt a lakást, mikor kerül ugyebár egyetemre a gyermek, tehát az egy adott határidő, és nagyon sok mindent. Tehát hozzárendeljük be a számokat, a határidőt tűzünk ki, tehát hogy legyen valami, amit be tudjunk tartani. És bizony különböző célokat is felírunk által magunknak, ebben van saját célom, család célját megvalósítani, saját karriert építenek kinek mi. Tehát erre vannak jó
tananyagok a kliens képzési rendszerében, és még ami még szokott előkerült egy nagyon érdekes, nem tudom, hogy lehet rajzolni. Ez a napról napra hogyan tudod követni, ez egy ilyen egyszerű módszer. Ugye, mert itt van jó messze, távol az én célom, vagy álmom, itt fent magasan, és akkor valóban innen kezdek, és akkor nap mint nap teszek érte valamit, hogy oda eljussak. És akkor a nap végén eldöntöm, hogy na most jót tettem, hogy afelé haladtam, vagy éppen csak úgy, ahogy eddig mindent más csináltam, mindent ugyanúgy csináltam, vagy sőt, még rontottam is. Tehát, hogyha így lefele haladok, vagy viszintesen, akkor nem fogok oda elérni. Tehát nap elején egy egyetlen célt ki kell tűzni, hogy mi az egyetlen dolog, amit mindenképpen meg kell tennem azért, hogy oda majd eljussak. Tehát a mai napot csak ma tudom eldönteni, befolyásolni, és a nap végén, hogyha egy ilyen egyenest tudok húzni, úgy magamban, gondolatban, nem is kell egyébként rajzolni, de lehet egyébként, azt lehet, van, tanítják, hogy tervezd le 6 hónap, 9 hónapra, napra pontosan. Ez egy macera, de ha fejben látjuk, hogy na majót, megcsináltam azt az egy dolgot, akkor valószínűleg, hogy a célom felé tartó. Tehát ez a hogyanok, ez a matematika talán, vagy amit lehet rajzolni. A miértekre, egy lapozást kérnék, a miértekre is meg kell találnunk a választ. A Tony Robbins célok megvalósításának 3 pillére. Itt most idézni fogok nagyon sok híres embert, olyan gurút, aki hát elmondhatja magáról, hogy elérte az álmát, a célját, és hát én még csak felé tartok, ezért veszek elő most ilyen eszközöket, ilyen nagyokat is. A Tony Robbins a célok megvalósításának 3 pillérét így definiálta, azt mondta, hogy legyél fókuszált, és a víziód legyen tiszta. Tehát ez a vízió, ez az álom, ez annyira legyen tiszta, hogyha csak rá gondolsz, akkor útbőrözzél, és akard is, el akard élni ezt a célt, mert ha úgy rugdosni kell felé magadat, tehát olyan valamilyen kicsi célt, vagy nem túl jól definiált célt találtál, vagy álmod magadban, akkor még az plusz energiát kell, az általában nincsen. Találd meg a legjobb eszközöket. Találd meg azokat a módszereket, amivel el tudod érni, és találd olyan mentorokat, akár a csapatból, akár ilyen tanítókat. Itt végül is a tanuláson nagyon sok. Megtaláld azokat a jó gondolatokat minden napra, akik a mentorod lesznek aznapra, vagy az életed során, vagy az életed adott szakaszában. Nagyon sok ilyen mentor lehet, mindig más lehet éppen a jó megoldás. A harmadik pillér pedig az, hogy megtaláljuk a miérteket is, tehát fel kell oldani ezt a belső konfliktust. Itt írja, vagy itt mondja azt, hogy hogy maga ez a siker szisztéma, ez 80% pszichológia, tehát fejben dől el, így is mondjuk, hogy ez fontos dolog. És az egyik ilyen pszichológiai rész az, hogy megtalálta, hogy miért is az a célom, tehát még miatt azért teljesen neki rontanánk a dolognak. Biztos jó az a cél, biztos megvan az a lótbőrözés, amikor rá gondolok, és hogyha elérem, az biztos boldoggá tesz. Tehát itt a miértre is meg kell találni a választ, hogy ez jó volt ez a cél, vagy sem. Tehát, mert hogyha ott vagyunk, és kiderül, hogy nem ez volt az igazi, lehet, hogy ott még jól érzem magam, de lehet, hogy nem azon a szinten vagyok, amit először elképzeltem. És az, hogy miért az állam, miért félek elérni, még egy miért, hogy miért félek elérni, van egy Martha Friedman könyvíró, aki a félelem a sikertől egy egész könyvet írt erről, hogy valóban bennünk van kódolva, vagy a sikertől félünk. Tehát mi van, hogyha elérem én ezt a sikert, akkor lehet, hogy itt kell állnom. Az embereknek a döntő többsége egyébként fél a nyilvános beszédtől. Sokkal többen félnek a nyilvános beszédtől, mint a bármilyen rossz halálnemtől. Ez szörnyű itt kínálni, nem olyan rossz egyébként, úgy meg lehet szokni. Bárna látom, hogy mosolyognak, akkor külön köszönet. És még egy a célnál, tehát Eckhart Tolle-nek van egy ilyen gondolata, hogy a céloknál van belső cél, és vannak külső célok. Ez a belső cél azt jelenti, hogy a jelenre figyelsz itt és most, tehát amit mondtam, hogy most amit meg akarok tenni, és ami nekem jól is esik egyébként, tehát ezt még hozzá kell tenni, erről majd később lesz szó, hogy ezt én szívvel lélekkel teszem, és közben azért a külső cél is megvan, tehát ahova tartok.
A másik eszköz, igen, Eckhart Tolle, bocsánat, külön diát szántam neki, bocsánat. Egy nagyon, tehát előzőek ellentétben, nem tudom, hogy a képet néztétek, tehát nem a kinézet számít, egy teljesen ilyen északi típusú emberke, és nagyon híres lett, és a gondolatai volt, tehát innen teremtett meg mindent. Tehát itt a külső cél, a hagyományos értelemben célok, a belső célok, ami a mostanra vonatkoznak, hogyha alapozom is, akkor azt is látjuk, illetve azt, hogy ezt hogyan kezeljük, ez a harmadik pontban, ismerni kell a külső céljaidat, de, bocsánat, itt több sorba szakadt, mindig a jelenben kell lennünk, tehát most vagyunk, most tudunk tenni érte. Az, hogy mi volt, az már nem megváltoztatható, az, hogy mi lesz, az részben tőlünk, de a most az a biztos. Tehát erre összpontosítsunk. Akit még így eszközként előcitáltam, Brian Tracy, következő dián szerepel. Hát ő is nagy tapasztalattal rendelkezik, de neki is volt egy álma, és volt egy hosszú távú terve. És ő is azt mondja, hogy tervezünk hosszú távon, mint ahogy az elnök úr is elmondta már 5 évvel ezelőtt, hogy lesz egy nagy központunk Kínában, és ez csak végül az első 5 éves terve volt, tehát 5-10-15-20 éves terve van minden nagy embernek, vagy minden, hát mindenkiben benne van a nagyság, tehát ezt egyébként nem kell külön mondjam, az elnök úr is egy szimpla vállalkozóként kezdte, tehát nem örökölte ezt a birodalmat, talán fejben 400 éves orvosi dinasztia, nem egy kicsit eltértünk, de tényleg ez mindig így a egyéniségben benne van. Tehát tervezünk hosszú távra, 5-10-15-20 évben, képzeljük el, hogy hol élünk akkor, milyenek lesznek az életkörülményeink. Ezt tette ő is, egy nagyon jó történetet hallottam tőle, saját történetet, mindig az a legjobb egyébként, majd egyszer én is elmondom. Azt mondja, leültünk a feleségemmel, egyszer, mikor már vállalkozással nem ment, tehát minden tényleg úgy jól lent volt, tehát ahonnan tényleg már csak felfele vezet, azt mondták, hogy már pedig ez nem így lesz. Leültünk, és 42 pontban összeírtuk, hogy hogyan nézne ki az a családi ház, az a körülmény, ahol mi szeretnénk élni, és ahol fogunk élni, mert ezt meg tudjuk teremteni. Mindent pontosan elképzeltünk ezek a hibákat is. A gyerekek hálóját, a konyhát, milyenek lesznek a szomszédok, tehát tényleg abszolút részletesen ez egy vízió, tehát amit bármikor fel tud idézni, hogyha egyszer ezt jól elképzelte. És ezen dolgoztak később tovább is, mert azt mondja, minden héten vettünk szaklapokat, könyveket is, és minden hétvégén átlapoztuk, kivártuk a legszebbeket. Ennél is tovább mentek, hogy Amerikában vannak ilyen nyílt házbemutatók. Azt mondja, elmentünk nyílt házbemutatókra, és hogy elképzeljük, milyen lehet ott lakni. Tehát, hogy az megfelelne nekik, tehát nem volt rá még pénzük, de megnézték, hogy milyen körülmények között érnek majd. Gondolatban kicseréltünk ezt, azt teljesen beleképzeltük magunkat, hogy magyar is fogunk ott élni, hogy biztos ez lenne az, vagy nem az a ház. Azt mondja, egy év múlva új lakásban költöztek, ez még nem az álomház volt. Hát addigra beindult az üzlet. Tehát ezen dolgoztak minden héten, minden percben talán felegészték magukban. És azt mondja, 150 házat néztünk meg, és egyszer csak ott volt előttünk az igazi. 19 éve itt élünk benne, és imádjuk. És az a jó tanács, hogy gondolkodj hosszú távon, legyen egy víziót, hogy merre tartasz, ezzel még hatékonyabbá teszed a rövid távú döntéseidet. Tehát a rövid távú döntéseid ezt határozza meg igazából. És hát mindig ezt kell szemben tartani. Így volt ő is, bevált. Egy tapasztalat már van. Még egy híres, vagy gondolkodó és álmodozó, akiről tudni kell, Randy Gage, itt a képen jobb alul, ha már így erről volt szó, hogy a tudattalanság meg alulképzettség. Általános iskoláig jutott talán csak el. Tehát nincs talán középfokú végzettség, vagy szakács volt, igen. És hát neki is voltak bizonyos álmai. Igazából először azt mondta, hogy csak pénz, autó, ilyesmi, stb. És aztán később jött rá, hogy ennél van sokkal több is, tehát sokkal több mindent szeretne. És hát ő is akkor jött rá, hogy hol rontottál a legényt. Évekig nem tudott jól dolgozni ebben a szakmában, mert nem tanult, nem járt képzésekre. Tehát itt is azért kellett tanulnia,
És itt egyébként mindenki tisztalapval kezd, ezért szoktam mondani is, hogy ha valakinek csak általános iskolája van, de talpra esett kreatív, itt mindenki tisztalapval indul. Ezt nem tanítják sehol, sajnos ezt iskolában nem tanítják ezeket a pozitív gondolkodásokat, ilyen fejben szeretnő tervezéseket. Ezek üzleti alapok is lennének egyébként, tehát akár egy marketing képzésen közgazdaságtalan is lehetnek. Randy Gage mondta azt, hogy az emberek idővel tesöplik az álmaikat a szőnyeg alá. Kérdezzetek meg egy 15 éves, 18-20 éves gyereket, hiszen akkor még gyerekek azért a mai fiatalok, hogy vannak álmai bőven. Tehát ha elkezdeni mondani, akkor bizony a végén azt mondja, hogy jó, jó, elég. Tehát bőven, és ő komolyan gondolja, ő azt mondja, hogy sportautón lesz, nagy házam lesz, egy gyönyörű párom, egy csodálatos foglalkozásom, űrhajós leszek, mert hát az a minimum, mert az tetszik. És utána valahogy nem úgy sülnek el a dolgok. Tehát elvégzi az iskolát, talán még egy egyetemet is, első munkába állás 18-20-22 éves korára, ami jön, ahova éppen fel, mindegy, csak valami legyen. Utána egy egyen jobb, kicsivel több fizetésért, vagy talán közelebb a szakmához, mert nem biztos, hogy szakmába helyezkedik el, és azt mondja, hogy jó, rendben, haladunk, majd egyszer talán az álmainkhoz is visszatérünk. És aztán megismerkedünk valakivel, a párunkkal, komolyabbra fordul a kapcsolat, egy baba, kis idő még egy baba, utána hát több pénz is kellene, még több munka, pluszállás, vagy messzebbre költözünk, az álmok már úgy sehol nincsenek. Ott vagyunk, hogy 35-45 évesen, és hát jobb esetben visszatérnek ezek az álmok, hogyha valahogy visszahúzunk. Már kimerült a mikrofon, és annyit beszéltem. És azt mondta, hogy Randy Gage azt tanítja, hogy azt hiszed, hogy ez az üzlet egy üzleti lehetőség, pedig nem az. Ezzel visszakapod az álmaidat, ez egy álom lehetőség. Tehát ebben nagyon-nagyon jó mondása van. Amit a legvégére hagytam, tehát a hogyanról beszéltünk, azt, hogy miért is, és legvégén pedig az, hogy igen, ezt említettem. Jaj, ez nagyon jó belettem, nem írtam fel magamnak. Egy példa, gyorsan elmondom. Az amerikai forgalomban ott áll a Dodge Viper-jében, ül kényelmesen, és akkor egy családi kis busz megáll mellette, és autóból a gyerekek azt mondja, apa, ott egy Dodge Viper, ilyen lesz nekem is a felnőve, ilyen autóm lesz, tudj, a kedvencem a Dodge Viper. De apa az nem néz sem erre, nem mond ilyeneket, mert apa vezet éppen, és a családi kis busz vezeti. Tehát neki nincsenek álmai már. Ezt mondta, hogy ez egy klasszikus példa. Amit már említettem, ez a következő ilyen lesz, ez pedig a lenni, kivé is akarok lenni. Ugye már nagyon sokaknál van egy sorrend, lenni, tenni, birtokolni. Tehát amikor álmokat kreálunk, vagy belegondolunk, hogy mit szeretnénk, akkor elképzeljük az autót, a házat, és akkor utána van tovább is, tehát mi van akkor? Mit csinálok én akkor? Mi lesz a foglalkozásom? Vagy mivel fogok kiteljesedni? Mi az, amit szeretnék csinálni magammal, ugyebár? És hát eljutunk oda, hogy kivé is válok akkor, ki leszek akkor, abban az 15-20 év múlva. És ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, hogy ezt meg kellene talán fordítani, hogy ki akarok lenni igazából, mit akarok akkor tenni, és az, hogy mit fogok birtokolni, az már talán nem is annyira érdekes, mert nem biztos, hogy azt fog kielégíteni, hogy lesz egy házam. Tehát azt mondta, egyetlen hétvég alatt mindent megtanulhatsz az M&M-ről, viszont ne a hogyanokra keresd a választ elsősorban. Tehát el lehet veszni ezekben a grafikonokban, tehát minden nap el lehet szöszölni egy nagy, ekkora felülettel, hogy itt vagyok 15 év múlva, és akkor kis milliméter papíron tervezek, hogy tartok felé, vagy nem. De inkább azt, hogyha a fejben az a térkép mindig megvan nálam, meg az a lámbás ott van, akkor azt nem hagyom ott, hogy elmegyek mondjuk kirándulni gondolat. Ez a lapozás, ez jó volt, ami bevált, igen, a varázsintés. Tehát, hogy ezt a térképet, ezt mindig magunkkal tudjuk vinni, és ha tudjuk pontosan, hogy milyen ember leszek akkor, mivé akarok válni, akkor a célom mindig előttem lebeg. És tehát nem is a miértekre kapunk ilyenkor választ, hanem azt, hogy kivé, mivé akarok válni.
Még azt mondta, hogy a sikert sem lehet csak cselekvésekkel elérni, ahogy a boldogságot sem. Tehát nem lehet csinálni boldogságot, úgymond. De azt, ez egy létállapot. Tehát azt úgy lehet elérni, hogy ez valahogy kialakul, ha ezen dolgozom. Fel kell tárni az értékeidet, a hitedet, és ez a hitrendszered alapján saját kincseidet feltárod, tehát amiben te jó vagy, amiben te értéket tudsz adni másoknak, a családnak, a közösségnek, és ezáltal ennek a útnak a révén megtalálod a szeretetet, a lelkesedést és az igazi szenvedélyt, ami magadtól visz a cél felé. Hát azt hiszem, nem is tudom a következő dián mi van. Ja, a táridézet még, ez nagyon jó. És hát ne felejtsd el élvezni ezt a dolgot. Tehát ha nem élvezed ezt a munkát, ezt az utat, ezt az utazást, akkor bizony nem lesz jó. Ábrahám és Hicks páros mondja azt, hogy ne cselekedj, ha csak nem jön inspirációból. Az álmodhoz vezető lépcsők mindig a következő logikus lépésként fognak megjelenni előtted. Tehát ha ezt a munkát mindig jól megcsináltad, tehát ezt a teljes folyamatot, amit itt elmondtam, pár lépés, akkor fogod tudni, hogy mi az éppen attól is következő helyes lépés. Másik egy idősebb úriember, dr. Joseph Murphy mondta, hogy a kudarcnak alapvetően két oka van, a hiányzó bizalom és a túlzott erőlködés. Tehát a bizalmat azért kicsit gyakorolni kell, de nem erőltetve. Tehát ezt a bizalom hiányos állapotot sok tudással lehet azért javítani, és hát itt nagyon sok módon van erre, hogy tanuljunk. Hát még itt az Ábrahám Hicks párosra visszatérve azt mondja, hogy ha küzdesz az úton, a célt sem fogod élvezni, tehát ne küzdelem legyen az út. Ennyit szeretném elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattatok, remélem, hogy hasznos volt is. Köszönöm.